megérkeztünk a mesterségek ünnepére. Még vár ránk egy kis liftezés, és már fent is vagyunk. Normál esetben mindig itt szoktunk lépcsőn fölmenni, de most annyit lépcsőztünk ma már egyébként is, hogy nem volt kedvünk. Úgyhogy lift lesz. Na meg is érkeztünk. Hú, itt valami játékok vannak. Ezer évvel ezelőtt egy olyan határozott vízióval rendelkező vezetőre volt szüksége az országnak, aki tudta, hogy csak egy erős és független állam maradhat életképes kelet és nyugat között. Itt akkor voltunk legutóbb májusban, vagy áprilisban, amikor cseresznyevirágzás volt. Te jó ég! Perec, de mennyi, te jó Isten! Tonnaszám, az új kenyér még nincs itt. Először lövünk egy kis fagyit, mert nagyon melegünk van. Van vagy 30 fok, és utána megyünk be a kiállításra, vagy mi a mesterségek ünnepére. Hűha, mennyi ember! Itt aztán van ünneplés. Nem semmi kulissza a templom a kirakodó vásárhoz. Na, itt aztán egy gombostűt nem lehet leejteni. Mennyi ember van? Egyébként jó rész külföldiek, de gondolom az ünnep miatt magyarok is szép számmal. Lángos. Na, az elmaradhatatlan. Mennyibe kerül? Na, kíváncsi vagyok, mennyibe kerül. 2001 lángos, és minden feltét még 500 forint. Van itt jó kis kaja választék. Uram, atyám, mennyi kaja? De legalább nem szállnak rá a legyek, az már guszta. Pacal! Ú, de imádom a pacalt, mondjuk nem 40 fokban. Hú, micsoda nyársak. Nézd oda, milyen nyárs. Ezzel jól lehet lakni. Hú, de jó ez, ahogy itt sül. Kóbászka. Szerettünk volna enni egy saslik tálat, de az ára láttán meggondoltuk magunkat. Én annyira szeretem ezeknek a bódéknak a hangulatát. Általában minden sajnos elég drága ezekben. Például az előbb egy ilyen kis magyaros lepénykét láttunk 4600 forintért. A Mátyás templomnál jöttünk fel a liften, úgyhogy most átsétálunk a másik végébe a várnak, és ugye ott lesz ez a mesterségek vására vagy ünnepe. Hát van érdeklődés most is, még a 40 fok ellenére is. Mindig elámulok, hogy ez mennyire gyönyörű ez a vár, akárhányszor itt járok. Kicsit meg vagyok keveredve, mert a budai várba nem tudunk bemenni, hanem csak itt kacskaringóznak az emberek jobbra-balra, például itt mögöttem, itt mennek lefelé. De gondolom ott a Magyar Ízek utcája van, mert lefelé mennek. Mi meg eddig fölfelé jöttünk. Itt a várban, itt fent szokott lenni ez a mesterségek ünnepe, de most nem ott van. Innen jönnek az emberek, és arra felé mennek le. Itt bent mindenféle készültség van, de nincsenek árusok, ahogy szoktak lenni minden évben. Hát a látvány ez persze gyönyörű, de az emberek itt mennek, mint a hangyák, sorban, leföl. Gondolom, lesétálnak a várból a Magyar Ízek utcájához, mert más nem tudok elképzelni, csak hogy akkor hol van a kirakodó vásár, meg úgy egyáltalán. Na, végül csak megtaláltuk, csak rossz irányba mentünk a budavári sikló felé, bal felé és jobb felé kell jönni, úgyhogy végül meg lesz ez. Hát igen, valami tényleg nem stimmel, mert itt az Oroszlános udvarban, és előtte, itt, ahol most állunk, itt bódék szoktak állni minden évben itt a Magyar Nemzeti Galéria előtt is, most pedig gyakorlatilag csak sétálgatnak, de nincs itt semmi. Hát itt is. Itt végig volt mindenféle bodega, most semmi sincs. Most átsétálunk ide, de ez is le van zárva. Múltkor itt kávéztunk, hát most ez sem működik. És itt minden le van zárva, itt nincs semmi. Szóval a mesterségek ünnepe az kint van a dísztéren. Hát a Nemzeti Galériába be lehet jönni, de itt ennyi, itt a túra vége. Úgy tűnik, hogy most az összes bódé kitelepült a dísztérre, mert itt a Oroszlános udvarban és itt a környékén a Nemzeti Galéria előtt nincs semmi. Csak sétálgatni lehet, illetve be lehet menni. Akkor most elindulunk kifelé, visszamegyünk a dísztérre, mert azért ott voltak jó kis bódék, de azokat nem néztük meg, mert úgy voltunk vele, hogy biztos csak ízelítő, és a fő attrakció majd itt következik. Hát nem.
lehet sétálni, be lehet menni a Nemzeti Galériába, de amiért mi ma jöttünk, az itt nincs, csak kint. Az emberek itt sétálgatnak jobbra-balra, mert szerintem senki nem tudja, hogy mi újság van. Na, legalább adtunk a mai fitnessnek. Visszaérkeztünk a dísztérre, igazából itt kezdődik a mesterségek ünnepe. Előbb ezen csak végig rohantunk, mert azt hittük, hogy nem ez a komoly rész, pedig de. Na, tényleg ez az. Hát ez is budai vár végül is. Szóval itt lehet látni, hogy idén hol van a mesterségek ünnepe, tehát abszolút nem ott, ahol eddig volt. De nagyon jó most is. Hát igen, itt lesznek a különböző nem ilyen mesterségek, kirakodó vásár. És még azt mondják, hogy a gyerekek nem élvezik a régi játékokat, de hogy nem. Ezt a halacskázós játékot én is elkészítettem a lányaimnak, mikor kicsik voltak. Egy kiürült öblítős flakonból készült, és mehetett a játék. De aranyosak a kislányok, fonnak. Olyan aranyosak. De cuki. Egy kis malacot. Igen, ez egy kis malac. De jó. Ez pedig egy ilyen gyerekjátszó. Gyerekjátszó. Jaj, de aranyos kis gyerekkonyha, ilyen kis népies. Ha jól gazdálkodunk a pénzzel, van is mit fogni kézzel. Ez igaz? De jó. Itt pedig olyan szuper stílusban mondtak mesét a gyerekeknek, hogy abszolút lekötötték a figyelmüket. Olyan hatalmas nagy szálfák voltak abba az erdőbe, hogy nem lehetett a tetejükig fellátni. Egyiknek másiknak a hegye, már a felhőknek a hasát csiklandozta. Olyan magasak voltak a fák. Az asztalos mester megmondta a legnagyobb fiának, hogy na fiam, azt mondja, válasz ki azt a fát, amit neked a legjobban tetszik, várd ki, vidd haza, azt csináljál belőle valami mestermunkát. Egy olyan igazi asztalos mestermunkát. Hát a fiú megköpte a tenyerét, pipi, megfogta a baltáját, három suhintásból úgy kivágta a legszebb, legvastagabb törzsű fát, hogy alig bírták 36 lóval hazahúzatni a faluba. Na ott neki esett kalapáccsal, vésővel, fűrésszel, mindenféle szerszámmal. Megcsinálta a mester művét. Tudjátok, hogy mi lett az? Egy asztal. Hát az asztalos az asztal csinál, a nevében is benne van. Na de ez nem akármilyen asztal volt. Mikor az apja megnézte az öreg asztalos mester, mondta, hogy jó van fiam, szép asztal ez, jó asztal ez. Mondta neki a fia, hogy édesapám, ez az asztal nem csak szép, meg nem csak jó, ez egy varázsasztal. Na szerintetek mi volt az asztalnak a varázsereje? Hát tessék már lehetőséget adni itt a fiatalabb korosztálynak. Na mi volt az asztalnak a tulajdonsága? Terülj asztalkát, köszönjük szépen! A kovásmesterség mindig valami nagyon izgalmas szakma volt a számomra, biztos azért, mert lehet ütni azt a követ, meg a tűz miatt. Az is megható volt itt, hogy milyen buzgón próbálták bemutatni a gyerekeknek, hogy milyen izgalmas is ez a szakma. Ennek a tündéri kisfiúnak természetesen segítettek befejezni a mesterművet, amit elkezdett, majd utána, kellő hűtés után megkapta és haza is vihette ajándékba. Komolyan megható volt látni, hogy ez a külföldi lány mennyire érdeklődik a fafaragás iránt, és az is megható volt, hogy ez az úriember milyen buzgón próbálja neki elmagyarázni, még ha néha keresni is kellett angolul a szavakat hozzá. Egy jó meleg zoknit ebben a 40 fokban. Föl is kéne próbálni. A vásáron sok külföldi vendég is van, mi most éppen az üzbék sátrat nézegetjük. Milyen gyönyörű ott hátul az a szőnyeg. Milyen gyönyörű, aprólékos. Ez az üzbék sátor a csodálatos anyagaival és mintáival teljesen beszippantott minket. Fú. Sejem és ilyen filc rátét. Hát nagyon szép. Ezt a gyönyörű sálat végül nem tudtuk otthagyni. Olyan puha anyaga volt, hogy ez valami elképesztő.
45 ezer forint egy kés? Nem, az enyém az csak 6 ezer volt. De ez 45, mondjuk szép a pengéje, de hát azért elég durva ára van. Vagy az lehet, hogy csak a tok. Ez a 600 forint, ez nem is olyan durva az itteni árakhoz képest. Milyen aranyos barika nézne? Nagyon cuki. Meg az a kis ház. Jaj, de szép. Szívecskék. Szalmakalap manufaktúra. De menő. Szegedi papucs. Engem mindig csodálatra készthet, hogy hogyan tudnak ilyen gyönyörű mintákat rávarázsolni a papucsra, vagy akármi másra. Most mindjárt látjuk, hogy hogy hímezik kézzel ezeket a csodálatos mintákat. Nem az én ízlésem szerint valóak ezek, de gyönyörűek, az tény. Azért nem egyszerű dolog ez a csipkeverés, nagyon nem. De ügyesek, tetszett. Micsoda párták, oda néz, milyen díszesek. Ez gyöngyből. Állati jól néz ki. Hú, de szép. De jó pofa, ez a jurta. Itt lent szoktak lenni, akkor ilyen műsorszámok most épp sajnos nincs. Hozunk valami kaját, és majd leülünk ide. Most éppen zenélni fognak. Majd megnézzük. Csehország. Hú, ez nagyon jól néz ki. Ez olyasmi, mint a mi kékfestőnk itt Magyarországon, de mégsem ugyanaz, viszont állati szép.